Gondolják meg, hogy kívánnák-e például döntés a piac Strigonium Zrt. Általi működtetésről című napirendi pontot tárgyalni, anélkül, hogy egyeztettünk volna. Szeptember 1-jével megszüntették a piacon lévő piacfelügyeletet, és hát december végére borzalmas állapotok alakultak ki. Mindenki úgy próbálta használni a piacot, mintha a sajátja lenne. Mindenki próbálta kijátszani a kiskapukat, nem akartak helypénzt fizetni az emberek. Úgy döntöttünk 10 kereskedő és termelővel összhangban, hogy a városi piacot megpróbáljuk saját kézbe venni oly módon, hogy mint egy civil összefogásképpen megpróbáljuk üzemeltetni. Azóta a piaci rend kialakult, mindenkinek megvan a saját maga helye, tiszta, rendezett a piac. Amit tudni kell, hogy az elmúlt években, a tavaly előtti évben ez a városi piac ráfizetéses volt. Vannak városban különböző cégek, városi cégek. Legjobban ezt a Meggyes Tamás úr tudja, hiszen ő alapította, vagy állította fel ezeket a cégeket, ő működtette. Ilyen a szemétszállítás. Esztergom városi piacon a szemétszállítás havi 650 ezer forintba került, ugyanakkor 5 alkalmazott dolgozott a piacon, az 5 alkalmazottnak a bére is horribilis volt, és ezáltal lett ez a városi piac veszteséges. A piac kérdése azt most nagyon egyszerűen a Strigoniumra akarják átlőcsönni, holott én azt gondolom, hogy ebből már több pályázat érkezett, a pályázatokból csak mondjuk választani kéne. Esztergomi kereskedők, illetve termelők is beadtak egy pályázatot ezzel kapcsolatban. Vállaltuk azt, hogy évente erről a piacról 7,5 millió bevételt szeretnénk befizetni az önkormányzat részére, úgy, hogy minden költségkiadás minket terhelne. A nyereségből 3 év alatt ezt a piac utcát, a Simor János utcát rendbe raknánk, díszburkolatot helyeznénk el a járdákra, az úttestet, ugyebár a járófelületet rendbe raknánk, és a pavilonokat pedig egységesítenénk. A piaccal kapcsolatban pedig szeretnénk kikérni a Strigonium Zrt. Véleményét, hogy milyen költséggel tudnám üzemeltetni a piacot. Nem biztos, hogy nekik adjuk, csak legalább legyen egy felmérés, hogy ők mire, hogyan tudnák üzemeltetni. Mi az idei évben 7 millió forintnál tartunk a bevétel szempontjából, illetve hát mi a költség nincs mögötte, ez a valós nyereség. Sajnos nem sok minden jó reményt látunk arra, hogy ebből lesz valami.